Excellenciás érsek úr, igen tisztelt alelnök úr, képviselő úr, polgármester úr, vezérőrnagy úr, kanonok úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! 1860-ban telepíti le, hívja meg Kunst József érsek kalocsára a jezsuitákat. Szent Ignác fiai nem vonakodnak a munkától, maradandót alkotnak. A krónikás úgy tudja, hogy 1862-ben már van Kalocsán Jézus szíve búcsú a hozzá tartozó körmenettel együtt. A kiállítás tárlói között majd megtalálják azt az 1888-ból való kalocsai néplapot, amely úgy tudósít, hogy a vasárnapi ünnepi szentmisét követően 7000 ember, 16 körmeneti kereszt és 48 lobogó alatt vonul. S további, mint egy 1000 ember a szószék körül a templomban van. Ez is jelzi, hogy nem csak Kalocsa és a szállások főbúcsúja ez, aminek 150 éves jubileumát az idei évben ünnepeljük, hanem jóval nagyobb annál. A hely kiválasztása sem véletlen. Üzenete az, szakrális kiállítás egy profán környezetben, tudniillik a Kalocsa város intézménye, művelődési intézménye, ahol állunk, hogy ez a búcsú a hozzátartozó körmenettel vallásra, felekezetre való tekintet nélkül ennek a népnek élő hagyománya immár. Ezért is illeszkedik bele ebbe a harmóniába ennek a rajongásig szeretett népnek a viselete, a nézés. És megjelenik az egyházi ruhákon, hiszen amit itt látunk, az nem csak egy múlt idézés, hanem mind a mai napig használatos egyházi ruhák, fölszerelések, lobogók. A király Illus néni féle két lobogó, amely a búcsúk elején vonul, nem csak egykor, hanem mind a mai napig is. Nagy elődeim méltatlan utódaként köteles vagyok ezt a búcsút a hozzátartozó körmenettel együtt megőrizni, és tovább hagyományozni. Hálásra megköszönöm minden munkatársamnak, jó szándékú segítőimnek, hogy ezelőtt a 150 éves jubileum előtt segítséget nyújtottak ezzel a kiállítással tisztelegni. Szívből kívánom, hogy legalább annyi örömük legyen benne, mint amennyi nekünk volt, miközben berendeztük. Fölkérem excellenciás érsek urat, nyissa meg a kiállítást, majd pedig dr. Bagó Zoltán szenátor urat, illetve Kalocsa város polgármesterét, Török Ferenc urat,
ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt nobilitások, Krisztusban szeretett testvéreim! Ezt a helyi ünnepet, amely 150 évre nyúlik vissza, helyezzük bele egy kicsit a nagy egészbe, mert a globalizáció és lokalizáció előtt a katolikus egyház már kitalálta a nemzetek fölötti nagy egységet, és abban a nemzeteknek a sajátosságát. Jézus szíve tisztelet abszolút bibliai eredetű. Éppen azért azon csodálkozom, hogy protestáns testvéreink ezt nem fedezték föl kellő időben. Már maga az Ószövetségi Biblia is beszél Isten szívéről, és miután a héber Bibliát hátulról előre olvassák, úgy lehet összeolvasni az első és utolsó szavát, a lép szót, amely a szívet jelenti. És maguk a rabbik is azt mondták, hogy az Isten szíve dobog már az Ószövetségi Bibliában is. Jézus, aki megtestesült, emberi természetet vett föl, emberi szívvel is bírt, és miután a mi kultúránkban a szív sokkal többet jelent, mint egy biológiai szerv, ezért bátran mondhatta azt, hogy legyünk hozzá hasonlóak, irgalmas szívűek és szeretettel mások iránt. És ez a szív gondolat kibontakozott az egyházatyák írásaiban. Origenész azt mondja, hogy az a mondás, hogy szívéből annak, aki megtartja az Isten törvényét, élővizek fakadnak, ez elsőlegesen Jézusra vonatkozik. Hullámzó módon visszatért az egyház történetében ez a gondolat, hogy Jézus igazi emberségét jelképezi a szív és a szív tisztelete. Az újkor mindamellett, hogy sok technikai eszközt hozott, ugyanakkor kiüresítette az embert, és magát az Istent is jó messzire helyezte az életéből. A deizmus azt mondta, hogy valahol létezik Isten, de nem törődik velünk. Megalkotta ezt a világot, a gép forog, s az alkotó pihen, mondhatnánk vadáccsal. És a jezsuiták, akik különben roppant eszes lények voltak, a legmagasabb intellektuális képzést biztosították növendékeiknek, ráéreztek arra, hogy a hittérítésben nem csak az értelmi pallérozottsággal, az ésszel, hanem a szívvel is kell a missziót folytatni. És Loyolai Szent Ignác már is elindította a Jézus szívére való koncentrálást. Magyar földön Hajnal Mátyás 1629-ben könyvet adott ki a Jézus szíve tiszteletről. És igazában a 19. században virult ki magyar földön a jezsuiták működése nyomán a Jézus szíve szövetségek, a szívgárdák, aztán a Jézus szíve néplányok, a különböző kiadványok, amelyek többek közt itt Kalocsán is Tóth Miket vezetésével elhagyták a nyomdát, átformálták a katolikus lelket, mert szükséges volt a nagy válságok idején, az első világháború, majd a utána következő gazdasági válság, trianoni válság idején az ember vigasztalása az Isten szeretetével. Most fogják temetni Nyírő Józsefet Székelyföldön. Van egy szép műve, drámája, a Jézus faragó ember. A székely ember kérdezi,
hova faragja a szívét a szobron Jézusnak. És azt mondja egy másik székely, faragd kívülre, mert az ő szíve nem a mocskos, mint a miénk. És ezzel is megvallotta azt, hogy a Jézus szíve az isteni szeretetnek a tökéletessége, amelyből tanulnunk kell. Ez a kultusz aztán kiáradt a falvakra, kiáradt a népviseletre, a vallásos szokásokra, amelynek itt láthatjuk az emlékeit, a relikviáit. Ha így ilyen formában nem is, de lényegét illetően nagyon nagy szükség van a Jézus szíve tiszteletre, és annak gyakorlati életté való váltására, mert a mai ember nem csak azt mondja, hogy Isten távol van, hanem abszolút anyagelvű, gyakorlati materialista, ahogy szoktuk mondani, szívtelen. Márpedig jól csak szívével lát az ember. Ezt erősítse bennünk ez a kiállítás, hogy a humanizmus, a szeretet civilizációja, a Jézus szíve kultusz által is erősödjék. Régi papok latin módon fejezték be leveleiket, így írták, in sanctissime corda Jesus addictus. Jézus szentséges szívébe ajánlak tégedet. Hát én a most itt lévőket, a kiállításra jötteket Jézus szentséges szívébe ajánlom. Köszönöm szépen. Excellenciás úr, alelnök úr, polgármester úr, főparancsnok úr, plébános urak, tisztelt vendéglátók, kedves vendégeink, kedves kolcsaiak. Lehető legnehezebb helyzetben vagyok, hiszen politikusnak mindig a szülő hazájában, és abban is a szülővárosában a legnehezebb beszélni olyan emberek előtt, akik már régóta ismerik, és senki sem proféta a saját hazájában. És nehéz helyzet vagyok azért is, mert érsek úr után szépet és okosat mondani szerint az egyik legnehezebb dolog a világon. Én akkor jöttem idefele, azon gondolkodtam, hogy a Jézus szíve társaságról, illetve az Európai Unióról, mint Európai Parlamenti képviselő lehet-e beszélni, illetve összeköttetést találni. Hát lehet, ott lehet, ahol Érsek úr is megtalálta. Nevezetesen, hogy az Európai Uniót, mint globalizáció és mint lokalizáció, tulajdonképpen a katolikus egyház már régen korábban feltett. Nem véletlen, hogy keresztény demokrata politikusok voltak azok, akik a II. Világháború után az európai egységet, a kontinensnek a békéjét, egy ilyen szervezeti rendszer megalakulása tartalmával, illetve megalakításával próbálták helyrehozni. Ezért nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon önökhöz szólhatok, hiszen amellett, hogy van egy ilyen kapcsolat, én találtam egy ilyen kapcsolatot, amellett ebben a városban, Tóth Mike Kubinszkinek a városában, a Jézus szíve társaságról, illetve a jezsuitákról szinte mindannyian tudunk, hiszen élő hagyományok. Elég, ha csak végigmegyünk a főutcán, elég, ha csak a saját családunkban gondolunk a nagyszüleink, rokonainknak az életére, akik mind szerves részei voltak, ha lehet ilyen csúnya szót használni, haszonélvezői voltak annak, hogy a jezsuiták és a katolikus egyház 1000 éve, illetve több mint 150 éve ezt a várost gazdagítja. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés szerintem az, hogy ez a város, illetve a katolikus egyház, az érsekség ápolja ezt a hagyományt, újraindítja, feléleszti. Nagyon-nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ugyanúgy, ahogy az új önkormányzatnak köszönhetően például a kalocsai hímzés már a világhír felé tart, ugyanúgy a katolikus egyház is teszi a dolgát, gazdagítja a lakosságot, úgyhogy hálával tartozunk annak, hogy most itt lehetünk, és egy ilyen ünnepségben vehetünk részt. És harmadsorban, ha már a hungarikumokról és ebben is a kalocsai népművészetről esett szó, akkor talán nem szabad elhallgatni a mai napon ebben a vendégkörben azt, hogy az új hungarikum törvénynek az atya állít közöttünk, hiszen Lezsák Sándor jóvoltából tart most a magyar jogi szabályozás, és ezen túl az európai jogalkotás is azon a szinten, hogy végre egy hungarikum törvény szabályozza akár a kalocsai motívumoknak is
a gazdagítását, a gazdasági hasznosítását, a védettségét. Úgyhogy talán ez a legmegfelelőbb pillanat arra, és a legnagyobb büszkeség egy kocsai számára, hogy ma itt ezen az alkalmon részt vehet, és ezen az ünnepségen együtt ünnepelhet. Úgyhogy én ennek jegyében nagyon szépen szeretném megköszönni a meghívást, és az a fejezem be, amivel kezdtem, életemben nem izgultam még ennyire, hogy néhány szót szólja. Köszönöm szépen! Tisztelt tisztelgők! Kalocsaváros polgármestereként, ugye lokálpatriótának kell harmadikként megszólalni. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit is lehet majd nekem harmadikként mondani itt, és aztán eszembe jutott, hogy talán azzal kéne kezdenem, hogy nekem milyen emlékeim fűződnek a Jézus szíve búcsúhoz. És akkor eszembe jutott egy nagyon szép emlék, amikor a nagymamám kézen fogott 5 éves koromban, és ő is akkor egy bőszoknyás öregasszony volt, aki a népviseletet használta, és mondta, hogy fölmegyünk a Jézus szíve búcsúba, és a Tavasz utcából kézen fogva fölsétáltunk, és akkor egy 5 éves gyerek számára egy fantasztikus látvány volt az a sok ember, aki itt fogadott bennünket a templom körül a fő utcán. Fantasztikus volt látni azt a rengeteg bőszoknyás, népi viseletbe öltözött, zászlókkal vonuló embert. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes élmény volt az embernek. És akkor ez így megfogott engem a rózsaszirmokkal, és az egész, tehát egy nagyon ünnepélyes dolog volt. És sajnos azt kell mondani, hogy utána, hogy teltek az évek, akkor ez úgy folyamatosan kopott. Elfogytak az emberek, nem jöttek már a szállásokról, vagy csak kevesen jöttek. Mi is elfelejtettük azt, hogy föl kéne jönni az ünnepségre. És hát az a 30-40 év megtette a maga negatív munkáját, és az emberek kezdték elfelejteni, hogy mi is az a Jézus szíve búcsú. Holott tudjuk, hogy ez a búcsú abszolút a megtestesítője volt annak, hogy Kalocsa egyben minden szállásinak a városa, és a szállások minden kalocsainak a kinti szálláshelye. És ez a búcsú szerintem nagyon szépen szimbolizálta azt, hogy Kalocsa és a Kalocsa környéki települések ezek egységet képeznek. És nagyon szép volt az, hogy minden évben bejöttek a szállásokról és itt találkoztak, és ahogy István atya említette, hogy 7-8 ezer ember volt a búcsún. És azt kell mondani, hogy hál' Istennek ma ott tartunk, és ez azt gondolom, hogy köszönhető István atyának, aki ezt fölkarolta, és nem csak ezt, hanem azt kell mondanom, hogy azokkal az eseményekkel, azokkal a misékkel, amelyekkel találkozunk, amelyek a jogászoknak, a hivatalnokoknak, tehát folyamatosan minden a tűzoltóknak, az ünnepek, a szentekhez kapcsolódó ünnepek, ezek fölélettek, és fölélett a hagyomány is a István atya segítségével, aki hivatásához mérten mindig nagyon szerényen viselkedik, de azt gondolom, hogy tényleg köszönet illeti őt. Tehát azokon a miséken nagyon jót lenni, a népviseletben vannak, nagyon jó az, hogy vannak a megemlékezések, és azt gondolom, hogy mi kalocsaiak és szállásiak kezdünk visszatalálni a régi útra. És a Jézus szíve búcsú szerintem megint az lesz, amely ezt a mi összefogásunkat, egységünket szimbolizálni fogja, és én nagyon remélem, hogy minden évben egyre többen leszünk, és néhány éven belül újra egy 7000 vagy 8000 fős búcsúval találkozhatunk a Kalocsán, mert azt gondolom, hogy nagyon jó szimbolizálja az, hogy össze kell fognunk, együtt kell lennünk, és együtt tudunk ennek a városnak, ennek a környéknek megfelelő módon egy jövőt biztosítani. És ez a kiállítás, a múltunknak egy darabja, és ezen a múlt darabján kell nekünk elindulni a jövőnk felé, és ugye ez is, már mostanában sokat mondták, de tényleg az a nemzet, amelyik a múltjából nem tanul, annak nincs jövője. És azt gondolom, hogy ez a múlt kellően szép ahhoz, hogy tanuljunk belőle, és ezen az úton együtt el tudunk indulni a jövőnk felé. Köszönöm.
hálásan köszönöm mindannyiuknak a jelenlétüket, a kitüntető jelenlétüket, kérem tekintsék meg a kijelentést.